Lehetőség, egészség, közösség. Ez egy projekt elnevezése, ami 2 éven keresztül futott Tolnán és a város konzorciumi partnereinél. A projekt célja az volt, hogy a térségben élő hátrányos helyzetű emberek felismerjék elakadásaikat és túljussanak azokon. Legyen az egy válás, munkanélküliség, anyagi probléma vagy éppen múltbeli sérelem. Van természetesen Tolna városában is működik családsegítő, vannak különböző szolgáltatások, de ez a kombináció, amit ez a projekt létrehozott, és ami működött így 2 éven át, nem volt. A projektbe bevont 200 fő, valamivel több, mint fele egyedülálló. Nekik segítettek a szakemberek egyéni fejlesztésekkel, hogy képesek legyenek újra dolgozni, családban élni, ügyet intézni, az életüket rendezni. Amiben segítettünk, ezek a szocializációs lépések kimaradásának pótlásán képzések. Igyekeztünk, a képzéseket meg nem szakképzéseként kell elképzelni, hanem inkább az életvitelt segítő, az életmódhoz hozzájáruló és a közösségbe visszavezető, tehát ezek fejlesztő tevékenységek, így fejlesztő képzések. Ezeken vettek részt az ügyfeleink, életvitelt segítő foglalkozások, ezek így életmódklub-szerűen, vagy lépéselőny névvel illetett, szintén visszailleszkedés, illetve munkaerő piacra való bekerülést segítő. Voltak pályaorientációs foglalkozások, voltak a munkavállalók érzékenyítését célzó munkáltatóknak rendezett ilyen kerekasztal, fórumszerű beszélgetések, ahol különös figyelmet kapott a női munkaerő, mint kis érzékenyebb, ugye a gyermekvállalások vagy egyéb miatt karriertörésekkel számoló célcsoport. Ha csak a 200 bevont, egyéni fejlesztésbe vont ügyfélre koncentrálok, majdnem teljes egészénél érzékelhető elmozdulás történt. Volt, akinél csak annyi, hogy sikerült a saját létét úgymond hivatalosabbá tenni, okmányokat beszerezni, eljárni abban az ügyben, hogy a lakhatása megoldott legyen. Van, aki éppen munkát talált, van, aki családtagjaival békült, vagy békésebben zárta le a kapcsolatot. Tehát, hogy így sok-sok minden történt ebben, és ezek mind eredmények. Tolna város polgármestere azt mondja, a humán szolgáltatások fejlesztésére nagy szükség volt. A 2 éves projekt eredményei magukért beszélnek. Ezek az EFOP-os pályázatok, ugye mi 2-ben vettünk részt, egyel a polgármesteri hivatal, ez egy ilyen nők a középpontban gyakorlatilag arról szól az egész pályázat. Ez még futni fog 1 évig, de amiről jelen esetben szó van, ez humán szolgáltatások fejlesztése nem csak Tolnán, hanem még itt a környező településeken is, úgy mint Bogyiszlón, Faddon, Fácánkedben és Siolgár településeken, illetve egy budapesti alapítvány vett még ebben részt, az Együtt Európáért Alapítvány. Én azt gondolom, hogy sikerült, sőt olyannyira sikerült akár belelendülni ebbe a projektbe, hogy mind a mellett, hogy sokszor voltak nehézségek, és sokszor a programban résztvevők nehezen tudták elképzelni, hogy fogják az egyes projektelemeket megvalósítani. Ma már azt kell, hogy mondjam, hogy ott tartunk, hogy egy kicsit sajnáljuk, hogy vége lesz, és próbálunk bizonyos projektelemeket valahogy továbbvinni. Tehát szerencsére másik pályázatokból sikerül egy kicsit talán megtámogatni az itt nagyon-nagyon jó dolgokat. Tehát tényleg annyi minden fantasztikus dolog történt. Itt a gyerekek táboroztatásáról, ami teljesen ingyenes volt a szülők számára. Azon túl az a szakmai munka, az a mentorhálózat, amik a térségben élő nehéz sorsú, hátrányos helyzetű embereknek segíteni tudtak. Vagy azok a rendezvények, amik meg tudtak valósulni, akár itt Tolnán, akár a környező településeken. Én azt gondolom, hogy nyilván voltak nehézségek, de hogy mégiscsak fantasztikus dolog az, amikor egy tábornak a képeit nézzük,
vagy amikor, amiről eddig még nem volt, egy nagyon szép könyvet tudtunk kiadni Tolnáról. Tolna város vezetése tervezi, hogy a jövőben is részt vesz hasonló projektekben.